A világ első kufli zenekara. Csodaszép, koranyári reggel volt. Könnyű szél susogott a frissen zöldült fűben. Madarak csirpegtek a bokrok ágain, bogarak zözögtek a levegőben. Csigák szuszogtak, ürgék hümmögtek, cickányok ciccegtek, vakondokok hahotáztak, petymegek daloltak, kétfejű lepkehalak jódlisztak mindenfelé. A távolban meg mintha egy zebra pinty köszörülte volna a torkát, bár lehet, hogy az valaki más volt. Mennyire jó kedve van ma mindenkinek, mintha egy nagy boldog kórus dalolna a réten. Szépen mondott, pofánka! Biccentet elismerően Titus. Kár, hogy mi nem tudunk se csirpegni, se zözögni, se ciccegni, se semmi effélét. Nyávogni azért megpróbálhatnál. Dugta ki a fejét lakó üregéből Zödön. De vissza is bújt, mert Titus azonnal hozzávágott egy nagyobb acska kavicsot. Hé, én nem kavics vagyok, hanem egy pacok. És ha énekelnénk? Te könnyen beszélsz, Hilda. Neked szép hangod van. De ha én próbálom meg, attól leszakad az ég. A rétlapok pedig menekülőre fogják. Hát igen! Mi kuflik általában nem az ének hangukról vagyunk híresek. De hangot adni másként is lehet. Olyan mindenféle... ízékkel is. A hangszerekre gondol? De nekünk nincs semmi ilyesmink. Ha csak az ajtócsengőn nem számít hangszernek. Szerintem akármi jó lehet hangszernek. Ez az. Nézzünk szét a réten, és mindenki keressen magának valamit, amivel érdekes zajt lehet csapni. Zseniális ötlet. Indulás! Régi szokásuk szerint minden kufli más irányba indult. Ezt én nem értem. Fogalmam sincs, hogy melyik zaj számít érdekesnek. Dünnyögte Zödön, de azért ő is a többiek után szögdécselt. Közben pittyektek a pintyek, zsurmékoltak a zsurlók, bömböltek a bölömbikák, nyíttak a nyüvek, vinnyogtak a virágok, csirpogtak a csirkék, és cingtek a cingárok szerte a réten. És akkor a következők történtek. Hilda talált a fűben egy körömreszelőt. Majd megpengette a körmével. Titus elugrált egy kidőlt ding-dong fa mellett. Hoppá! És megkopogtatta az oldalát. Béla bá épp a szélfúta kalapját kergette, amikor megbotlott egy rozsdás bicikli kerékben. Locsa! Dünnyögte, és végighúzta botját a küllőkön. Valéra derékig érő tyúknyák fűben szögdécselve nekiment valaminek. Na, egy valami! Pofánka dudorászva ugrándozott egy ligeten át, amikor meglátta egy kattogó gyík levedlet bőrét. Fúj, de undi! Zödön egy kövecses lapájon kóborolva. Jé, ez micsoda! Hát nem is tudom. Két jókora likacskőre lett figyelmes. Ezeknek vajon érdekes hangjuk van? Tűnődött magában. Nem tudom, de azért hazaviszem őket. Mi ez a rét? Egy szeméttelep. És Fityirc, hát ő egyelőre csak téblábolt erre-arra. Mikor a többiek hazaértek, kirakták a kupac tetejére szerzeményeiket. Na, Barzos, igen! Ahogy nézem, ti lesztek a világ legfurább zenekara. De ekkor megérkezett Fityirc üres kézzel. Te nem találtál semmit? De hogy nem? Megtanultam ott utánozni a zsákfejű béka délelőtti ummogását.
Tartsunk egy próbát! Javasolta Titus. Azt mondom, 1-2, há? Mire mindenki kezdjen zajongani a hangszerével. 1-2, há! Kiáltotta Titus, mire az összes kufli lármázni kezdett a hangszerével. Olyan hangzavar támadt, amilyet még soha nem hallott az elhagyatott rét. A zajra mindenki odagyűlt, aki csak élt és mozgott a környéken. Ez meg micsoda? Kérdezte az egyikük. Ez nem más, mint a csak hamar világhírű Kufli Kupac kis együttes meglepetés koncertje. Nekem bejött? Játszanátok még? Kérdezte egy siketfajd. Szívesen, de örülnénk, ha ti is velünk zenélnétek. Jó! 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 1-2-há! Vezényeltem már harmadszor Titus, mire az összes jelenlévő belekezdett. Amiben csak tud. El is határozták, hogy azonnal csinálnak egy zenés felvonulást, keresztül az elhagyatott rét. A kuflik és a rétlakók hangja, mint egy vidám nap emléke, még jó sokáig ott lebegett, az alkonyodó rét fele. Na végre már, hogy elmentek! Zsebseprű a szötymag ellen. Afféle álmos őszi délután volt. A gazokat halkan zizegtette egy arra tévedt szellő. Nem lesz ez így jó. Szólalt meg gondterhelten Hilda a Kufli Kupac tetején. Mire gondolsz? Kérdezte Fityirc, aki éppen egy fűszálon egyensúlyozó kunkorférget tanulmányozott. A kupacra, válaszolta Hilda. Valahogy megkopott és elhasználódott az utóbbi időben. Pont úgy néz ki, ahogy mindig. Szerintem se néz ki rosszabbul, mint máskor. Dörmögte zödön. Ó, férfiak, ti egy szemét kupacon is boldogan eléldegélnétek. Mondtam, hogy ez egy szeméttelep. Ez azért túlzás, szólt közbe Titus. Én például egyszer már söprögettem is idefent. A többiek csodálkozva néztek rá. Na jó, ez még régebben volt, és véletlenül éppen nem volt itt rajtam kívül senki. Mondta meg a vállát Titus. Egy szó, mint száz, ideje kicsinosítanunk a kupacunkat. Zárta le a vitát Hilda. Azt hogyan kell? Kérdezte Pofánka. Hilda elővette a zsebseprűjét. Először is össze kell szednünk a sok eldobált magot, meg bogyóhéjat. Aztán ki kell találnunk valami szép díszítést, aminek csodájára járnak a rétlakók. Hosszú életem során még sosem láttam olyan kuflit, aki használta volna a zsebseprűjét. Hildának nyilván puccóváló rohama van. Ismertem egy Rozmárt, aki egyszer ilyen állapotban végig porszívozott egy egész jéghegyet. Remélem, Hildának nem ilyen súlyos a rohama. Nyomás, takarítani! A kuflik munkához láttak. Zödön a kupac bal oldalán sepregetett. Pofánka a legtetején. Júj! Titus a jobb oldalán. Hilda a mohás felé. Valér a füvesen. Bélabá a legalján. Figyírt meg, se fent, se lent, inkább valahol úgy középtájon. Ahhoz képest, hogy milyen kedvetlenül csinálták, egész gyorsan elkészültek. Milyen szép tisztaság lett, mutatott körbe Hilda. Akkor talán pihenhetnénk is egy kicsit, jegyezte meg halkan Bélabá. Rendben, de közben találjuk ki, hogyan fogjuk feldíszíteni a kupacot. Jó, persze, bólogattak fáradtan a többiek. A kupacra csend borult. Na, esetekbe jutott valami jó ötlet? Nem igazán.
Nekem csak szötymagrák csálása közben támadnak ötleteim. Milyen igazad van? Egy jó kis szötymag? Véletlenül van egy nagyobb adag az üregemben. Titus felugrott, aztán néhány perc múlva egy jókora zacskó társaságában tért vissza. Na, már is van egy ötletem. Vacsóska ágyásokkal kellene díszíteni a kupacot. Az a baj, hogy már másnapra szőrén szálán eltűnnének, és hát a Rikoltól Lébics vörös tollaival csinosítanánk ki. Vacsóska ágyásokkal kellene díszíteni. Hogy már másnapra szőrén szálán eltűnnének. Hogy a Rikoltól Lébics egyike a kitalált erdőről a szerintem a színes papírival is. Vacsóska ágyásokkal kellene díszíteni a kupacot. Éppen ez az elég. Szerintem a színes papírnél igazán szépek lennének. Vagy az is, ha színesre festenénk a füvet pofánkat embere festékével. Mi volna, ha lámpás kukacokkal raknánk ki a kupac tetején? A legjobb lenne, ha megkérdeznék valakit, aki jobban ért állunk az ilyesmihez. Mondta Titus, és a rétre mutat, Hogy ti milyenek vagytok? Kárba veszett a munkánk, sopánkodott Hilda. Szerintem nem történt akkora baj, csak úgy néz ki a kupacunk, ahogy egyébként is szokott. Hát épp ez az. Gyerekek, nekem tetszenek a fűben a sarga szétmagok. Nekem is. És jó játék kerülgetni őket szögdécselés közben. Ráadásul pöckölős célba találósat is lehet játszani velük. Meg pont ebből látszik, hogy itt lakunk. Igazából egy kufli kupac így a legszebb és kész. Lehet, hogy van, akinek pont így tetszik. Feladom, mondta ekkor Hilda, és már nem is volt szomorú. Nincs mit tenni, ti már csak ilyenek maradtok. Ezzel mindenki csak egyet érteni tudott, mintha mi sem történt volna aznap délután. Ebben a filmben kerestek takarítót! Pont ráérek! A kuflik és a szélposta. Egy őszi éjszakán nagy szél süvített át az elhanyatott réten. Ójaj, mi történt itt tegnap óta? Mindenfelé csupaszon meredeznek a bokrok ágai. Nézett körül másnap reggel pofánka a kufli kupac magasából. Lomptalanítás volt, mondta Béla bá. Az őszi szél járt erre, és lefújta róluk a leveleket. Szemtelenség! Megyek és visszavarrom őket a helyükre, kiáltotta pofánka mérgesen. Én is megyek, csatlakozott hozzá Hilda. Olyan szomorúan néz így ki az elhagyatott rét. Valahogy olyan... Elhagyatottan, bolintott Fityirc, és ő is Hilda után szögdécselt. Addig mi talán társasozhatnánk egyet? Fordult Titus a többiekhez. Így is tettek. Hogyan kezdjünk hozzá? Nézett körbe pofánka. Szerintem mindegyikünk válasszon magának egy-egy bokrot. Javasolta Hilda, azzal előhalászta zsebéből a zsebvarró készletét. Azzal varrogatni kezdtek. Pofánka egy medvebimbó bokrot nézett ki magának, Hilda egy közeli vattabogyó bokorhoz szögdécselt oda. Mostanában könnyen avarba jövök. Fityircnek pedig némi tépelődés után
Egy gérbe-gurba törzsű tyúkfogbokorra esett a választása. Nem volt könnyű munka, mert sokat kellett hozzá hajolgatni. Meg persze nyújtózkodni, amikor a felső ágakra kellett felvarni a leveleket. Ki hitte volna, hogy ennyi levél van egy bokron? Sóhajtott a pofánka. A mindenit. Azért végül csak elkészültek. Egészen csinosak. Pihenjünk egy kicsit a kupacunknál, mielőtt folytatjuk a munkát. Ígyünk egy teát, rágjunk egy kis sütit, vagy valami efféle. Ezzel a többiek is lelkesen egyetértettek. Ám ebben a pillanatban, mint egy varázsütésre, ismét hatalmas szélvihar kerekedett. Nagyon sietős lehetett a dolga. Gyerekek, rám is orhattátok néhány levelet, ha időtök engedi. Mondta nevetgélve a beszélő fatuskó. A leveleink. A teringettét, mondta Titus, mert ennél éppen nem jutott jobb az eszébe. Most mit tegyünk? Kezdjük előről az egészet. Aztán jöjjön egy újabb szél. És megint elfújja a leveleket. Talán megkérhetnénk őket, hogy ne csináljanak többet ilyet. Írjunk nekik falevélre, abból igazán nincs hiány. Akár kezdhetjük is. Keressünk szép nagy faleveleket. Na de mennyit? Összesen hány szélnek is kell levelet írnunk? Lássuk csak! Van az a szél, amelyik lefújja a kalapomat. Meg van az a másik, amelyik a fűszálakat táncoltatja. Aztán amelyiktől kipirosodik az orrunk. És amelyik megdösi hátunkat szögdécsel és egy másik pedig összekolcolja a frizuránkat. És ott van az, amelyiktől borzong a tokánk. Gyerekek, ez eddig csak hat. Ja, meg még van az a szél is, amely fütyül mindenre. Kiáltott a fityírc, aki eddig valami máson töprengett. Az összesen hét! Összegezte a hallottakat Béla bá. A kuflik kerestek hét nagyobbacska falevelet, majd mindegyikük elővette a zsebtöltő tollát, és nekiállt a levélírásnak. Volt, aki szép, hosszú levelet írt, volt, aki egészen rövidet, mert csak három betűt ismert az ABC-ből, és olyan is volt, aki inkább rajzolt. Na jó, de most hogyan küldjük el a leveleinket? Kérjük meg a következő errejáró szelet, hogy legyen a postásunk, és vigye magával őket. Szélposta! Ez aztán igazán eredeti ötlet. Nem kellett sokat várniuk. Hamarosan táncolni kezdtek körülöttük a fűszálak, majd a szél kikapta a kuflik kezéből a faleveleket, és már repült is velük tovább. Kíváncsi vagyok, télba érnek-e a leveleink? Amíg kiderül, ígyunk egy ormogyó teát. Ez az! Kiáltottak a többiek, hiszen nincs is annál jobb egy ilyen szeles őszi napon. A kuflik a föld alatt. Egy napon, május bárhányadika volt, legfeljebb egy-két nappal korábban, Hilda arra ébredt, hogy aznap muszáj hernyó tökmagot ültetni. Végre! Sóhajtott Hilda, és gyorsan megkereste Zödönt. Igen ám, csak hogy a hernyó tökmagját legalább 20 nyulláb mélyen kell elültetni, ha azt akarjuk, hogy rendesen kifejlődjön. Szia, Zödön! Nem segítenél hernyótök magot ültetni? Kérdezte Hilda. Dehogy nem. Bólintott Zödön, aki ritkán tudott nemet mondani, ha megkérték valamire. Azzal nekiláttak. Szerintem ássuk ide. Lássuk csak. Mondta Zödön, és ásni kezdett. És ásott,
és ások... Jaj, mit tettél? Kiáltott le Hilda a gödörbe. A hangra a többi kufli is oda seregle. Mi volt ez? Zödöm elülteti a hernyótők magjaimat, de történt valami oda. Bonjour, te meg ki vagy, kérlek? Kérdezte egy furcsa alak. Zödöm vagyok, kufli. Hogy tessék, pardon, hogy kicsoda? Zödöm vagyok, kufli. Heten lakunk kuflik egy kupacban, oda fent a réten. C'est magnifique, sosem hallottam rólatok. Nos, én Kleofárt vagyok, Manó Teve. Biccentett az idegen. Mi sem hallottunk a Manó Tevékről. Vallotta be Zödöm. Hiába hahózunk, ingatta a fejét Titus. Le kell mennünk, hogy megnézzük, mi történt odalent. Ki lesz olyan bátor? Nézett körül Valér. Elnézést. Elkésem. Szerintem menjünk mindannyian, Zödöm bajban van. Leugrunk és kész. Így is tettek. Itt vagyunk, Zödöm! Ők még kis odánk? Kérdezte csodálkozva a Manó Teve. A barátaim. És megmentjük Zödöt! Ugrott oda harciasan Titus. Ugyan, kitől? Valaki akarja bántani? Mi biztosan nem. Pedig pont ez egyik éléskamránkba esett. Éléskamrába? Nézte körül csodálkozva a kuflik. Van több is szerte szét a fenti füvek alatt? Az elhagyatott rétre gondolsz? Ki így nevezi, ki úgy, vonta meg a vállát Kleofárd, és egy öreg, rongyosra hajtogatott papírlapot vett elő a zsebéből. No, ez itt a birodalmunk térképe. De jó, még strandatok is van, csodálkozott pofánka. Új, kedvetek van megnézni? Igen. A büfét azért próbálhatjátok ki, egészen jók a süteményeink, mondta Kleofárd. Ez a hír felvillanyozta a kuflikat, elsősorban Zödöm. A birodalmatoknak van uralkodója is. Fordult Béla bá Manó Tevéhez. Még csak az kéne? Legyintett Kleofárd. No, mindenünk van. Éléskamráink, strandunk, csúsztánk, ruglipályánk. Mi szükségünk volna még egy uralkodóra is? Kuglit maga mondtál? Kérdezett közbe Fityirc. Ruglit? Hát hasonlít a kuglira, csak épp rugni kell a golyókat, nem dobni. Próbáljátok ki ti is. A kufliknak nem kellett kétszer mondani. A rugli bábuknak kufli alakja van. Állapította meg Titus. Lehet, hogy pont fordítva, mondta meg a vállát Kleofárd. Juhé! Ekkor Valér véletlenül fejbe találta Hildát egy rugli golyóval. Jaj, a tökmagok, folytatnunk kell az ültetést. No, csak óvatosan, mondta a Manó Teve és Hilda kezébe nyomta a térképet. Ebből mindig tudni fogjátok, hol eshetünk biztonsággal. Na jó, de hogyan jutunk vissza a rétre? Gyökérlifttel, mutatott egy ajtóra Kleofár. Mindent köszönünk! Ugyan, bármikor jöhetek strandolni hozzánk, vagy akármi. Hát ez különös kirándulás volt, mondta Titus. Azt hiszem, megérkeztünk. Hú, végre! Még pont van időnk elültetni a hernyótök magokat.
Ebben egészen biztos vagy? Hilda válasz helyett elővette a Manó teve térképét. Azt hiszem, addig hazamegyünk. A kufrik gyorsan búcsút vettek hát Hildáiktól is elindultak. Zödön is mondani akart valamit, de hogy mit, azt már senki sem tudta meg. Ilyen még nem volt, az összes sütemény elfogyott.